Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, és végre nem két könyvet, meg nem is hármat olvastam, és olyan boldog vagyok, hogy ez valami hihetetlen. Valahogy április közepén megindultam, de komolyan, mint egy árvíz, de tényleg. Tehát azt hiszem, ahogy néztem, valahol április 10-én fejeztem be az első könyvet hónapban, amit még előtte hónapban olvastam, és utána még kiolvastam 6 másikat. Ez egy olyan teljesítmény, amit körülbelül egy éve nem nyújtottam, úgyhogy nagyon meglepődtem, mert kíváncsiságból visszanéztem az ilyen havi összegzéseimnek csak így gyors a borítóképét, hogy kb. Mennyi könyvet olvastam, meg milyen hosszúakat így az elmúlt egy évben. Mert nem emlékeztem, hogy így ilyen nagy mennyiséget olvastam volna, de már egy ideje. Mert oké, hogy így könyvszámra lehet olvastam többet egy-két hónapban, de hogyha megnézzük azt, hogy oldalszámra az mennyi volt valójában, akkor az kicsi, mert elég kis könyveket olvastam maximum. Szóval ahol ilyen 5 volt, ott is körülbelül abból 2 ilyen kis 100 oldalas valamicske volt, vagy esetleg még ilyen kötelezőkből az ilyen rövidebbek. Vagy egyetemre volt tankönyv, amihez ugye nem kellett az egész könyvet elolvasni. És ilyen konkrét, rendes, vastag, kb. 300 oldalas könyv, ből ennyit nagyon régen olvastam. És most mindegyik könyv, amiről beszélni fogok, 300 oldal felett van. Ami elképesztő számomra a jelen pillanatban, ugyanis ekkora mennyiséget utoljára tényleg tavaly márciusban olvastam. Egy hónapon belül. Úgyhogy elképesztő az itt számomra, de akkor ássuk bele magunkat, hogy történt ez az egész fellendülés. Amit egyébként nem tudok, hogy történt, vagy miért történt, mert egyébként ugyanannyi dolgom van, mint márciusban volt, meg februárban, meg ilyesmi, csak valahogy megindult a dolog. És ilyen 2 naponta másik könyvet kezdtem. Ami nagyon régen nem volt, úgyhogy teljesen földobottam, mikor itt számoltam, hogy hó, már mennyi könyvet olvastam a hónapban. Na, 2 újraolvasásom is volt, ugyanis elég régóta olvasom újra az Innevad a sárkányodat részeket. Valahogy valamelyik év, tavaly előtt decemberben kezdtem talán el. És most elolvastam hónapban 2 részt is ebből. A 8-et. És a 9-et. Keverem. Szóval a 8. részt és a 9. részt, ez az, azt hiszem, hogy így törd össze egy sárkány szívét, ez pedig az így lopd el egy sárkány kardját. Újraolvasásokról nem szoktam sokat beszélni. Ezt azért olvastam, mert ez volt azt hiszem a 4. könyv a hónapban, és úgy voltam vele, hogy az Így neveld a sárkányodat részt tuti befejezem a hónap végéig. Úgyhogy azért ezt elolvastam, aztán még utána olvastam 3 másik könyvet, plusz még ezt is, szóval... Nem, 2 másik könyvet plusz még ezt is. Úgyhogy, ja, belefért mégiscsak a hónapban, mert ezt amúgy sikerült egy nap alatt, azt hiszem, kiolvasnom. Belelendültem, aztán lesetettem. Ugye folytatjuk Bocsánat, ugye nekem angolul van meg, szóval így hirtelen azt akartam mondani, hogy a hablagyott angolul. Na, a 8. rész az még az a rész az Így neveld a sárkányodat sorozatban, ami olyan kis bevezetés. Az első 8 kötet az a kis kalandosabb, kis enyhébb, kis aranyosabb, könnyedebb részek. És a 9. rész utána beindítja a dolgokat. Illetve már a 8. is, mert itt már derülnek ki dolgok. Na, a 9. is eleve, a 9. rész viszont eleve úgy kezdődik, hogy Cressida Cowell így ír egy ilyen előszót, hogy ilyen felnőtté válás, meg hogy előbb-utóbb ennek meg kell történni, ne a történetet hibáztassuk, mert ebben már komolyodnak a dolgok, komolyodik a helyzet. Igazából nem is nagyon volt kedvem olvasni, mert bennem volt ez a, de tudom, mi fog történni, és nem akarom. De elolvastam persze, mert olvastatja magát, úgyhogy nem tudtam megállni, de hogy mindig bennem volt ez, de hogy nem szeretem. Ezt a részt egyébként azért nem szeretem, mert ebben nem történnek olyan hú, de nagyon jó dolgok, meg hogy ugye innentől elkezdődik a tényleges bonyodalom, meg a tényleges felfordulás, amit nem szeretek, úgyhogy ezt azért nem szeretem. Egyébként teljesen jó kötette, csak ezért nem szeretem, mert rossz dolgok történnek. És hogyha ez spoiler, sajnálom, de előbb-utóbb minden könyvben történnek rossz dolgok, különben nem lenne, ami vinni előre. Szóval igen, úgyhogy már csak 3 részem maradt, és így hú. Vajon mennyire fogok bőgni az utolsó rész alatt? Tippeljük meg, szerintem nagyon. Na, igazából amit ténylegesen elsőként befejeztem a hónapban, az a Kincses sziget volt. Na most ezzel azért ugye viszonylag sokáig küszködtem, mert angolul van, ráadásul olyan angol, amit én nem értek, mert ilyen 18-9. Század, mindjárt gyors meglesem az eredeti 19. század végi angol,
ráadásul ilyen kalózos nyelvjárásban. Egy csomószor csak így olvastam, és úgy voltam el, hogy jó van, ez nem tűnik túl fontos információnak, menjünk tovább, mert nem értem, mit akartak ideírni. Ugye, amikor így tele apostrofálják a szót, és csak minden második betűt írnak le, és így nézem, hogy ez mi akart lenni. Na most, én a Kincses szigetnek így a klasszikus történetét azt a Kincses bolygó című rajzfilmből tudom, ugye tudtam, mert ugye az, annak ez az alapja, csak áttették az űrbe az egészet. Alapvetően nem volt egy rossz könyv, nem annyira az én stílusom ez a... Nem azt akarom mondani, hogy nem az én stílusom ez a kalózos téma, mert szeretem a kalózos témát, inkább ez a könyv nem volt az én stílusom, nem úgy volt megírva, meg... Nem tudom, valami hiányzott nekem belőle. Kicsit helyenként unalmas volt, meg igazából az első 100 oldal volt az, amivel nagyon küzdöttem, és akkor utána egy néhány nap alatt azért ezt a maradék 200-at gyorsan kivégeztem, csak ott át kellett lendülnem azon az elejé szakaszon, meg egy hozzászokni a nyelvezethez, meg ilyenek, úgyhogy ezért küzdöttem vele. Ez egyébként ugye egy klasszikus gyerekkönyv, meg tudom, hogy nagyon sokan nőttek föl ezeken a klasszikus gyerekkönyveken, hát engem annyira nem fogott meg, most nem tudom hirtelen, hogy 3 vagy 4 csillagot adtam rá, de szerintem nem 4-et, hanem inkább a 3-ra emlékszem. Mert jó volt, de nem valószínű, hogy olyan túl sokszor el fogom újra olvasni. Nem tudom, egyébként érdekes volt, nem az volt, amire számítottam, és valószínűleg ezért éreztem kicsit csalódásnak, vagy nem tudom, kevésbé volt olyan igazán akciódús. Ezt nem tudom igazából pontosan megmagyarázni. Csak van ez az érzés, amikor olvasol egy könyvet, és így tetszik, de így amúgy nem fog meg különösen. Na, ez voltam én, miközben a Kincses szigetet olvastam. Én utána befejeztem a Kincses szigetet, utána volt az áttörés, tehát hogy így a hónap közepén így fogtam magam, és hát csak elkezdtem falni a könyveket megint. Halleluja. Szóval ott jött a Sárkányok gyermeke trilógia második és harmadik része. Mert én januárban olvastam az Elfek öröksége című kötetet, ami ennek a trilógiának az első része, és az tetszett, volt belőle Barangolás Európában rész is. Jó volt, azt hiszem, arra azt hiszem 4 csillagot adtam, ez mindkettő nálam 5 csillagos olvasás volt, úgyhogy ezen is meglepődtem egy kicsit azért. Ja, ez ilyen 2-2 nap volt mindkét kötet, ugye folytattuk a sztorit Felicity-vel és Lee-vel, és ugye derültek ki a dolgok. Na azért nem akarok nagyon belemenni a sztoriba külön, mert ugye ez folytatás, szóval, hogyha valakit érdekel az első rész, akkor ide berinkelem a Barangolás Európában részt róla, ugye mert német szerző könyve. Igen, többet kit megtudunk a sztoriról, arról a titokzatos jóslatról, hogy hová futunk ki, meg úgy az elfekről, meg mindenről. Hát én nagyon gyorsan haladtam vele, és rettenetesen élveztem most ezt a két kötetet, főleg, hogy ami fenntartásaim voltak az első kötettel, azok már nem voltak ebben, úgyhogy ezen így átlendültünk, és én nagyon élveztem. Úgyhogy egy nagyon jó kis fantasy sztori, szóval, hogyha valaki szeretné a fantasyt, amilyen félig meddig romantikus környezetben is van, mármint romantikus is egyben, ezt nagyon tudom ajánlani. És lehet hozni a Barangolás Európábanhoz, mert nem angol szerzője van, hanem német. Igen, ez a két könyv az így átlendített a dolgokon, és utána valahogy így sikerült olvasnom. Ez a leülök és olvasok folyamat valósult meg. Amellett, hogy egyébként közben ugyanúgy csináltam a súlyos dolgokat is, úgyhogy elképedek jelen pillanatban magamon, mert ilyen nagyon-nagyon régen volt. Utána következett Johanna Sinisalótól a Nap magja. Ez egy finn kötet, és ebből most csináltam egy Barangolás Európában részt, amit ide be is fogok linkelni, mert abban bővebben beszélek erről, hogyha valakit részletesebben érdekelne a történet. Ezt egyébként és a következő könyvet is, amit mutatni fogok, mind a kettőt a Galaktika kiadótól, vagy Metropolis Media, sose tudom, hogy pontosan melyiket kell használni. Szóval a Galaktika kiadótól kaptam, és nagyon örülök neki, úgyhogy köszönöm szépen. Mert ezek a könyvek is ilyen 2 nap alatt olvastam talán ki őket, vagy esetleg úgy, hogy így egy 40 oldalt 1 nap, és akkor a maradék 300-at meg 2 nap alatt. Másfél. No, a Nap magja egy ilyen alternatív történelmet fest le, amiben Finnországban egy külön kormányzati rend alakult, vagyis eusisztokrata rend uralkodik. Na most ennek az a lényege, hogy egy csomó minden addiktív és káros dolgot kitiltottak,
és az embereket így nemi szempontból is alfajokra bontották, és egy feminist, a kis feminista lelkemet nagyon birizgálta a világkép, amit mutatott, viszont egy rettenetesen jó könyv, szóval csak ajánlani tudom, úgyhogy tényleg nézzétek meg azt a videót, hogyha jobban érdekel, még olvasgatok fel belőle dolgokat is, meg jobban magyarázom. Igazából a fő sztoriszál az az lenne, hogy a főszereplőnk és a fő idő, az idő nagy részében narrátorunk keresi a húgát, és közben így bemutatja ezt az új fajta rendszert, ami Finnországban uralkodik, illetőleg ugye így a múltat, meg az, igen, azt, illetőleg közben, mindeközben az illegális chili paprika kereskedelem rejtélyeibe is beavatnak minket, mert hogy a chili paprika be van tiltva. Az az egyik legveszélyesebb drog. Úgyhogy ha ez nem volt elég ahhoz, hogy valakinek felkeltse az érdeklődését, akkor nem tudom, mit mondhatnék még. Eszementű jó volt ez a könyv. Felháborító, de jó. És akkor az utolsó, amit most mutatni fogok, az ugye szintén Galaktika kiadós könyv. Hát ez egy ilyen kis könnyed, romantikus csiklit volt, ami hihetetlenül jól esett a lelkemnek, és nagyon gyorsan kiolvastam, pedig 400 plusz oldal. De hát leültem, azt olvastam. Nem lehetett megállítani. Annyira durván sokat olvastam egyébként áprilisban, hogy napokon keresztül be volt vérezve a szemem. Nagyon régen volt már ilyen. Nos, ez Jodie Taylortól a Semmi lány. Ha valaki esetleg emlékezne, amikor volt ez a Bookhaul videó, akkor ugye mondtam, hogy ebben a könyvben Jenny félénk, dadog, minden baja van, és megjelenik neki egy gyömbéres kekszillatú ló, aranyszínű ló, amit csak ő lát, de úgy ott van. Tehát nem halucinálja, az ott van, csak ő az egyetlen, aki látja. Szóval nem megőrült. Ezt akarom mondani. Na és akkor ez volt az a pont, mikor én ezt megláttam fülszövegen, hogy azt mondtam, hogy én ezt el akarom olvasni. És most végre elolvastam, és én is akarok egy gyömbéres kekszillatú aranyszínű ló legjobb barátot. Tényleg, ezt most halálkomolyan mondom. Igazából ez a ló, Thomas, az, aki így segíti őt így az életben kicsit, hogy ne legyen olyan elhagyatott. Aztán Jenny, igazából a fülszövegen itt van, hogy meg fog házasodni, férjre tesz szert, és ugye itt ki kell tárulkozni a világba, mert 28 éves koráig a nagynéniknél a padláson lakott, és így nem nagyon ment sehol, mert hát ő a szegény kicsi Jenny, és ő nem tud nagyon beszélgetni, nagyon failing, nagyon visszahúzódó, és akkor jön Russell, és ott van ugye Thomas is, ugye a ló, és így kirántják az addig, vagy hát főként Russell kirántja az addig ismert kis világából, teljesen új helyzetekbe kerül bele. Hát én most erre azt fogom mondani, hogy ez egy olyan igazi könyvbeli romkom volt, mert imádtam, komolyan mondom. Tehát hogy voltak pontok, hogy annyi, nem szoktam annyira könyveken nevetni, hogyha vannak benne poénok, akkor azt így tudatosítom magamban, de így ez az olvasás közbeni hangos nevetés, az ritka nálam. Körülbelül a Percy Jacksonok alatt szokott ilyen előfordulni velem, meg egy-két másik alkalommal, egy-két másik poénnál. Például a The Hidden Oracle-nél tudom, hogy az is olyan volt, hogy végigröhögtem a könyvet. Na ez is olyan volt, tehát egy többször volt olyan, hogy anyáik meg a nővérem így rám néztek, hogy min röhögsz, és csak így fogtam a könyvet, és volt olyan, hogy szabályosan abba kellett hagynom az olvasást. De ilyen tök random, tehát tök random poénok voltak, de hogy valahogy annyira tudtam őket fogadni, hogy hihetetlen jól szórakoztam ezen a könyvön. És hát lovak, most komolyan, itt ülök lóbbantként, hogyha van benne egy gyömbéres keksi illatú láthatatlan ló, azzal engem már kilóra megvett a történet. Szóval, hogyha valaki egy ilyen könnyedebb, kis romantikus történetre vágyik, nagyon tudom ajánlani. Mert egyébként nagyon jól meg van írva. Imádtam, komolyan mondom. Úgyhogy így lett az, hogy én nem jól raktam őket, mindegy 7 darab könyvet sikeresen, ugye 7, 2, 4, 6, 7, igen, 7 darab könyvet sikeresen kiolvastam áprilisban, úgyhogy remélem ez most így megmarad bennem, de már ha 4 könyvet kiolvasok a következő hónapban, az is nekem teljesen jó lesz, mert vizsgai időszak lesz, szóval valószínűleg valamikor tanulnom is kéne, mert még nem tanultam. De most hihetetlenül büszke vagyok magamra. És hihetetlenül örülök, hogy ez így megtörtént. Mert most már Goodreads-en azt írja nekem ki a Goodreads, hogy egy könyvvel a... mi az? Beosztás előtt vagyok. Eddig 3 könyvvel... április elején 3 könyvvel voltam a Goodreads szerinti beosztásom mögött, most egy könyvvel előtte vagyok, úgyhogy én most nagyon örülök.
Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket tudtatok kiolvasni ebben a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!